Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. március 25-én, pénteken. Almási László grófról, az egyik legeredményesebb magyar Afrika kutatóról tartott előadást a Csemegi Károly könyvtárban dr. Kubasek János. Az Angol beteg című Oscar-díjas film főhősének kalandos életéről a múzeum igazgató tudománytörténész könyvet is írt. A világ egyik legismertebb magyarját követjük nyomon. Zsúfolásig telt a könyvtár olvasóterme érdeklődőkkel, akik a földrajzi felfedezőről, Almási Lászlóról, az Angol beteg című film főhőséről szerettek volna többet megtudni. Ez a film tette a nevét világhívűvé. A 8 Oscar-díj, és persze az, hogy több mint 120 országban vetítették a tévétársaságok, másfél milliárd emberhez jutott el Almási híve, így a világ egyik legismertebb magyarjává válhatott. Az biztos, hogy az életének sok olyan momentuma van, ami még izgalmasabb, mint amit a filmben láthattunk, és nagyon érdekes az is, hogy ez az életmű külföldön kapott nagyobb megbecsülés, mint a saját szülőhazájában. Ebben történelmi körülményeknek is szomorú szerepük volt, hiszen a II. Világháború után egy új világot építő társadalomban mindent tagadtak, a múltat végképp eltörölni volt a jelszó, és ebbe Almási földrajzi felfedező tevékenysége, utazásai, eredményei, sikerei nem kaphattak helyet, kimaradt a neve a tankönyvekből, még a lexikonokban sem szerepelt. Magam Almási életével hosszú időn át foglalkoztam, és a felfedező utazói tevékenységével is, és amikor könyvet írtam róla, és elkészült a könyvnek a szinopszisa, ezt 20 magyar kiadónak küldtem el. Ez még a film siker előtt volt. A 20 magyar kiadó közül 4 kiadó válaszolt és elutasított. 16 kiadó nem is válaszolt. Nem is tartották fontosnak. Az egyik kiadó vezetője úgy érvelt, hogy még az új magyar lexikonban sincs benne, akkor nem lehet fontos. De az osztrák, a német, a francia, az angol lexikonokban benne volt, ott tudták. Almási László földrajzi felfedezései nyomában Kubasek János is végigjárta a sivatagot. A libiai sivatag utolsó fehérfoltjait töltöttek ki tartalommal. A Gifkebbi homokkőfenség egyik rejtelmes völgyében, Wadi Surában talált olyan régi sziklarajzokat és sziklafestményeket tartalmazó barlangokat, melyek az 5-6 ezer évvel azelőtti ősember kezenyomát viselték. A másik ilyen jelentős felfedezése a Zuvenynád-hegységhez fűződik, ahol Kápkutában és a Hindua környékén, ez egy forrás, szintén őskori sziklafestményeket talált. A harmadik jelentős eredménye az pedig ahhoz az oázishoz kapcsolódik, melyet évszázadokon át hiába valóan kutatott számos angol, francia, olasz, német expedíció, ez pedig Zarzura volt. A rejtelmes oázis, amit először Almási repülőgépről fedezett fel, és ezt követően pedig gépkocsival jutott el ide. Nem csak felfedezései, de kalandos, néha ellentmondásosnak tűnő élete miatt is figyeltek fel Almásira az amerikai filmesek. Nagyon sok fordulat, izgalmas meglepetés és váratlan esemény volt benne, hiszen egy burgenlandi család gyermeke, a híves Almási család, amelynek egyik tagja részt vett az 1848-49-es szabadságharcban és a debreceni nagytemplomban kimondta Almási Pál a Habsburg ház trónfosztását, tehát a magyar történelem része is. Gyerekkorát is izgalmas körülmények között töltöttem, már fiatalon belekóstolt a repülés örömeibe, meg kockázataiba is. Ezt követően az autóversenyzésben ért el eredményeket, meg hajmeresztő sikereket is. Az első világháborúban a galíciai fronton felderítő tisztként dolgozott, majd repülő megfigyelő tiszt lett az olasz fronton. És aztán jöttek az afrikai évek, ismerettségek, barátságok, expedíciók, kutatások, és néha kalandok is. Majd a II. Világháború, amikor sivatagi szakértőként ért vissza a fekete földrészre. Mennyire volt hiteles a film, ahogyan bemutatta őt? Az alap gondolat, mely a sivatag kutatásban elért eredményeit állította a középpontba, az korrekt. A részletekben már voltak, hogy úgy mondjam, rendezői, meg forgatókönyvírói fantáziadús túlzások.
Az kétségtelen, hogy a sivatagi szikarfestmények felfedezése az ő nevéhez fűződik, de az a szerelem, amit Clayton hölgyel mutattak be, és azt, hogy ő a barlangból elviszi a vasútig, ez lehetetlen, innen a vasút 600 km távolság, azt nem lehet sivatagi utakon megtenni. Volt ebben nyilván képzelője erő is, de az biztos, hogy a sivatagi út, a sivatagi utazás, a felfedezési eredmények, azok valósak. És még a szerepvállalás is a II. Világháborúban. Az angol beteg motívuma pedig a lelőtt angol pilóta víziója, az a fő könyvéből van, a román seregén Líbiában című kötetben. Kubassák János több tévhitet is igyekezett eloszlatni a nagy felfedezővel kapcsolatban, miközben saját sivatagi élményeiről is mesélt. Vasútállomás címmel tartottak irodalmi estet a Költészet napja jegyében a Művelődési Központban. Tóth Péter úgy állította össze műsorát, hogy azok is megkedveljék a verseket, akik eddig kevesebb figyelmet fordítottak az irodalomra. A kiadóm Cserépfalvi Imre szervezett nekem egy író-olvasó találkozót. Tóth Péter Radnóti és Latinovics díjas versmondó. Az esten József Attila műveit adta elő. Én Kunszent Miklósról érkeztem, ez egy Báskiskun megyei település, én itt 12 évig tanítottam, egyébként én testnevelő tanár vagyok, és olyan 30-as éveim elején visszajött az életembe a versmondás újra gyerekkorom után. Én akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a versmondással, és ebben a tanévben nem is kezdtem el tanítani, hanem egy közel 150 határon túli iskolát átölelő irodalmi programban veszek részt. És akkor megyek Felvidékre, Kárpátaljára, Vajdaságba, Erdélybe, illetve Magyarországra is, és hát ott beszélek a gyerekeknek mondjuk József Attiláról, de más költőkről. A tapasztalatom pedig az, hogy bárhova megyek a Kárpát-medencébe, minden diákot ugyanúgy szólít meg a költő. Ugyanazokra diák problémákra, ugyanazokra kérdésekre, hogy hol a helyünk a világba, tapint rá a költő a verseibe, amiket a gyerekek vagy a diákok is belül, hát hogy így mondjam, megélnek. És azt gondolom, hogy sikerül elérni a költő és a hallgatóság között egyfajta kapcsot, vagy egy hidat építeni a versekkel. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön megy, és ellenézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szössötétben. Így ramlanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülke fényben. Én könyöklök és hallgatok. Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenit determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. Azt tapasztalom, hogy persze az elején mindig van egy ilyen óckodás, hogy jaj, versek, meg nincsenek jó emlékei az embereknek, mert a felnőtteknek például, mert hogy diákkorukban rengeteg olyan verset kellett megtanulni, meg foglalkozni, amivel nem igazán akartak volna foglalkozni, mert nem érintette, vagy nem fogta meg őket. Én mondok olyan szövegeket is, amiket Attila 18-19-20 éves korában írt, és az sokkal jobban szól a mai gyerekekhez. Summa summarum, azt gondolom, hogy van helye a versmondásnak, és úgy gondolom, hogy az emberekben is ott van bent a vers, csak ki kell hozni ezeket belőlük. Tóth Péter az irodalmi estet megelőzően rendhagyó irodalomórát tartott a város középiskolásai számára, azzal a céllal, hogy személyes élmény beszámolója segítségével még jobban megkedveltesse a diákokkal az irodalmat, illetve a költészetet. Terápiás kutya is segítette a diákokat a Gróf Széchenyi István általános iskola nyílt óráján. A szülőket a tanórán kívüli foglalkozásokról is tájékoztatta az intézmény.
Kettő labdálatos falkóval ide csapatnak. Nagyon aztán megfigyeli. A Széchenyi iskolában már megszokott vendég a terápiás kutya, ezúttal pedig ő is részt vett a matematika órán. A leendő elsősöket Szögi Márta tanítja majd, ő a terápiás kutya gazdája. A következő tanévtől új módszerekkel kezdenek tanítani a pedagógusok. Az idei tanévben, az első fél évben már Palkó kutya megjelent az alsó tagozatos tanítási órákon, hiszen ő terápiás kutya és támogatja ezeket az órákat. Nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek nem egyformák. A tehetségesek sem egyformák, azok sem egyformák, akiknek esetleg egy kis segítség kell a tanuláshoz, és ezt a különbözőséget, ezt nagyon-nagyon jól tudja Palkó irányítani, illetve összehozni a tanítási órán. Nagyon-nagyon jó az, hogy a tehetségesekre is nagyon-nagyon nagy figyelmet tudunk fordítani, és ugyanúgy a felzárkóztatásra is. A másik nagyon fontos dolog a komplex instrukciós program, ami szeptembertől indul tulajdonképpen a Széchenyi iskolában. Tehát ezzel a programmal szintén azt tudjuk nagyon jól kezelni egy tanítási órán és a tanulási folyamatban, hogy a gyerekek különbözőek, nem egyformák, vannak nagyon-nagyon jók, vannak kevésbé, és ezeket nagyon szépen tudja ez a program összehangolni, és tulajdonképpen a legtehetségesebbektől a más tanulókon keresztül is tulajdonképpen sikerélményt tud adni a gyerekeknek valamennyi órán. A nyílt napjainkon igyekeztünk bemutatni minden olyan órát, amit itt fellelhető a Széchenyi iskolában. Tehát nyelvi órák, angol-német nyelvet oktatunk az iskolánkban, illetve néptáncot is tanulnak a gyerekek. Nagyon nagy figyelmet fordítunk a mozgásfejlesztésre, a mozgásra, a testnevelés órát is láthattak a kedves érdeklődők, illetve hát a kutyaterápiával támogatott órákat is. A komplex instrukciós programmal kapcsolatosan a tantestület még ezután fog a képzésen részt venni, de szeptember 1-től már ezt is fogjuk tudni mutatni az érdeklődőknek mindenféleképpen. Egyes szomszédot mondja? 41-43. Tízes szomszédot mondja? 40 és 30. Jó, utána 45. A művészeti képzés a Grotta és a Gall János Művészeti Iskola jóvoltából valósul meg az iskolában, de a gyerekek számos szakkör közül is választhatnak. Szeretném megemlíteni itt a tárlatvezetési ismereteket, hiszen itt van a múzeum, az iskola múzeum, ami országos hírű és nagyon sok vidéki vendéget fogadunk. A gyerekek vezetik körbe a vendégeket, és hogy hogyan kell ezt megtenni, ezt szakkörön tanulják. Azon kívül, ahogy mondtam, a különböző készségek fejlesztése nagyon fontos, hiszen kézműves szakkörünk is van. Itt himeznek, horgolnak, kötnek a gyerekek. Lehetőségünk van a kézműves teremben egy kis konyhai tudományt is a gyerekeknek átadni, hiszen itt van az iskolakert. Az iskolakertben megtermelt terményeket, azokat a gyerekek dolgozzák fel, és hát így konyhatechnológiai dolgokat is el tudnak sajátítani, amit nagyon-nagyon élveznek. Az a mai órának a célja, hogy megmutassuk a itt jelenlevőknek, hogy hogyan szoktunk angol órán dolgozni, játszani, mi az, amit már tudtok, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy engedje el nyugodtan magát, és legyen nagyon-nagyon bátor. Az iskola a szülőkkel is jó kapcsolatot ápol. Hála Istennek nagyon jó a kapcsolatunk a szülői munkaközösséggel. Most volt nem régen az alapítványunk támogatásával, egy Széchenyi emléktúrán vehettünk részt, Nagycenken és Bécsben, aminek a részesei voltak a szülők is, hiszen próbáltuk így megköszönni a szülőknek azt az önzetlen segítséget és támogatást, amit egész évben megkapunk tőlük. Visszatérve a kemencére, nagyon-nagyon sok adományozónak köszönhetjük azt, hogy létrejött, és a mai napig is használjuk, hiszen már karácsonykor az adventi délutánokat a kemencében sütött csíramáléval színesítettük, és most várható április 8-án most már országos és Kárpát-medencei honismereti verseny, ahova 6 jelen tudásom alapján most 6 külföldi csapatot is várunk. Itt is nagyon nagy szerepet fog kapni a honismeretben a kemence, és itt már terveink szerint kenyeret is fogunk sütni április 8-án. Az iskolai életet a tanév során számos rendezvény színesíti, amelyekben a diákok is aktív szerepet kapnak.
húsvéti ráhangolódásra várták a gyerekeket a Nagyboldogasszony plébániára. Közösen felidézték a nagy hét eseményeit, ismerkedtek a húsvéti népszokásokkal, hagyományokkal. Mennek az asszonyok, mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben fehér gyolcs, szívükben fájdalom, mennek az asszonyok. A templomban beszélgetéssel, közös énekléssel idézték fel a gyerekek a húsvéti eseményeket. Én, mint hittantanár, amikor húsvét előtt a nagybőti időszakban megemlítem, hogy közeledik a húsvét, akkor nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy sok gyerek azt mondja, hogy jaj, főleg a lányok, hogy én nem szeretem a húsvétot. Hát mondom, hogy nem szereted a húsvétot? Hát mert akkor locsolkodnak a fiúk, és akkor engem meglocsolnak, és hogy nekem akkor még pénzt is kell adnom, érte meg ilyesmi. És ez engem mindig elgondolkodtat, hogy ha a gyerekeknek a húsvétról csak ez jut eszébe, akkor azért tenni kell, hogy a lényeget is megértsék. És hát ezért vannak a plébánián ilyen plusz programok. Ugye nyilván a hittanórán tanulunk arról, hogy húsvét az nem csak a locsolkodásról szól, hanem Jézus föltámadásáról. De azért is van még plusz néhány program, mint például a keresztút, meg ez a mai ilyen hangolódás, húsvéti készület, hogy a gyerekek jobban megértsék azt, hogy igen, vannak a néphagyományok, van a tojásfestés, van a locsolkodás, stb., de hogy a lényeg mögöttem az, hogy a húsvét az egyik legnagyobb ünnep, a megváltásnak és Jézus föltámadásának az ünnepe. És hát itt egy kicsit ilyen interaktívabb, ilyen tulajdonképpen egy ilyen kézműves foglalkozásokon és ilyen mozgásokon, meg imán keresztül egy kicsit rá tudunk hangolódni a gyerekekkel együtt arra, hogy mi is közeledik most a húsvétnak, mi is a lényege. Persze mindehhez hozzátartozik a közös tojásfestés, a díszek készítése. Nem csak a gyerekek, a hívek is készülnek a legszebb tavaszi ünnepre. Nagybőti időben különösen keresztútjárással készültünk fel erre az ünnepre. Hát kapcsolódtunk mi is Jézus szenvedéséhez. A sportosabb emberek számára biciklis keresztutat szerveztünk elmúlt szombaton. Igen, utána a városi fáklyás keresztúttal készültünk. Hát nyilván a templomban is megvannak a megfelelő előkészületek, és amit szeretnék most bevezetni, illetve hát feleleveníteni talán, mert régen biztos, hogy volt ilyen, az ételszentelést, húsvéti sonka, illetve tojás megáldása a húsvét vasárnap. Érdekes lehet az idősebbek számára feleleveníteni ezt a szokást, a fiatalok számára pedig lehet üzenet értéke, hiszen régen az emberek az egész nagybőjt időben nem ettek húst, és miután vasárnap, húsvét vasárnap megszentelték a húsvéti ételeket, csak utána fogyasztottak belőle. Hát ez kemény önmegtartóztatást jelentett az emberek számára, és ugyanakkor örömet húsvétkor, amikor fogyaszthatták ezeket az ételeket. Bálint atya mindenkit vár az ünnepi misékre, Jézus feltámadásának köszöntésére. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!